A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm Agrárinfo nézőit. A közös agrárpolitika megvalósításáról tartott közös fórumot az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége Tácon. A találkozón a gazdák megismerhették a program legfontosabb elemeit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete Tácra invitálta a gazdákat, hogy megismertessék a közeljövőben induló közös agrárpolitika program változásait, azokat a lehetőségeket, amelyek a következő 5 esztendőben az uniós döntésnek és a magyar kormánynak köszönhetően a javukat szolgálják, és minden eddiginél több forrást biztosítanak a fenntartható fejlődés elérésére. A fórumon folytatódott az aláírásgyűjtés, amelyet el a kezekkel a gazdák földjétől szlogennel indított a MAGOSZ és a NAK a földadó bevezetése ellen. Pap Zsolt György, az Agrártárca helyettes államtitkára előadásában a KAP program 2 pillérének felhasználási lehetőségeit elemezte. Az agrárium számára azt lehet mondani, hogy a 2022-es év talán legpozitívabb eredménye volt, hogy 2022. novemberében elfogadásra került a stratégiai terv, mely magába foglalja az egyes pillért, amely a terület és állatalapú támogatásokra nyújt lehetőséget, és a kettes pillért, mely a beruházási támogatásokat tartalmazza. Ez nagyságrendileg több mint 5300 milliárd forint támogatást tartalmaz. Ez fogja meghatározni egészen 2027-ig minden támogatási konstrukciót. Rendkívül fontos kérdés, hogy a gazdák pontosan tudják, hogy hogyan és miként lehet ezt az összeget felhasználni, és ebben rendkívül segítséget nyújt a kamara, az Agrárkamara, illetve a MAGOSZ is. Önök így hárman, azt gondolom, hogy ahogy eddig is, egy kivételesen jó csapatot alkotnak. Abszolút igen. Mint ahogy a stratégiai tervnél is szoros együttműködésben a szakmai szervezetekkel, a szakmapolitikával együtt került meghatározásra azok a célok, amelyek valójában elfogadásra kerültek a stratégiai tervben. Azzal a céllal, hogy minden elnyerhető támogatásnak valóban a gazdák legyenek a nyertesei, és itt az idő. Kezdődni fog 2023 áprilisában az egységes kérelem benyújtása, ahol már megváltozott támogatási feltételek mellett lehet majd a támogatási kérelmeket benyújtani. Az egységes kérelmet arról szól a mai nap, illetve a beruházási támogatásra nyíló lehetőségekről. Elmúlt időszakban nagy port kavart a földadó, a tervezett földadó, amelyet Hódmezővásár térségében meghirdetett a polgármester. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy petíciót indított, egy aláírás gyűjtenek ez ellen, illetve hát természetesen tárgyalja majd a parlament is a földadó kérdését. Ön miként vélekedik erről? Én azt gondolom, hogy a földadó semmiképpen nem szolgálja a gazdatársadalmat. Megszerzett vagyonérték után kivetett adóról beszélünk, rendkívül nehéz gazdasági év után vagyunk. Olyan asszály sújtotta az agráriumot, melyre ember emlékezett óta nem volt példa. Tovább sarcolni és adókat kivetni rá, ebben a jelen körülmények között én azt gondolom, hogy sem ideje, sem helye nincsen. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke üdvözölte a kormány vidékfejlesztési stratégiáját és azt a döntést, hogy a központi büdzséből minden eddiginél több támogatás jut a vidéknek. Nagyon fontos lépés, mert azt kell mondjuk, hogy időben 13-ként fogadták el a nemzeti stratégiánkat. A kormány 80%-os kiegészítést biztosított ehhez, tehát minden adott, a forrás rendelkezésre áll. Most nyilván meg kell ismerni a feltételeket, meg kell találni azt, hogy a legjobb döntéseket hozzák a gazdák, hisz minden döntés mögött pénz van, forrás van. Jól kell végig gondolni, hogy azt, amit vállalunk, azt tudjuk teljesíteni is. Mert azt gondolom, ha valaha volt nagy kihívás, az most pillanatnyilag van. Háború az nagyon sok tekintetben rombolja a piacot, rendezetlen helyzeteket teremt, még a határ innenső oldalán is. Ezért nagyon fontos, hogy jó, pontos információk alapján jó döntéseket hozzanak a gazdák, és figyeljünk egymásra. Tanácsadás rendelkezésre áll, falugazdászok felkészültek, kamarai vezetők felkészültek, a Nemzeti Agrártanácsadási Bizottság működik, tanácsadókat felkészítjük. Látjuk, hogy
közösen milyen eredményt tudunk elérni. Ilyen találkozó mennyit segít ebben, hiszen az Agrárkamara, illetve a szaktárca képviselői mellett természetesen a MAGOSZ képviseletében itt van ön is? Így van, hát van néhány éves tapasztalatunk, pontosan tudjuk, hogy mire kell odafigyelni, pontosan értjük, érezzük azt, hogy a gazdáknak mi az, ami nehézséget okoz, erre irányítjuk rá a figyelmet. És minden olyan szempontot elmondunk a gazdáknak, amire nekik figyelnünk kell. Az, hogy mondjuk hogyan működik a területi monitoring rendszer, amikor már a felhőből figyelik a gazdának a területét, amikor már teljes kontroll alatt vannak. Ismerniük kell, hogy milyen ellenőrzési rendszer van, ismerniük kell, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Nyilván most megjelennek majd a miniszteri rendeletek a stratégiai terv alapján, ezeket részletesen meg kell ismerni. Ezen túlmenően fontos, hogy ha menet közben változtatni kell, ha probléma van, akkor kihez tud fordulni, milyen segítséget kap a gazda. Ezekről mindről most itt beszélünk először, és amikor a rendeletek megjelennek, már menet közben készítjük a kamarával közösen azokat a kiadványokat, amelyek segítenek eligazodni a gazdáknak. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés még. A földadó kapcsán petíciót indított el a kamara, illetve a MAGOSZ. Én azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos lépés, hiszen a gazdák többsége tiltakozik ez ellen. A gazdák és a földtulajdonosok is. Ugyanis a tulajdonosra, illetve a gazdára vetik ki esetenként egyes önkormányzatok ezeket az adónemeket, mi pedig azt a meggyőződést valljuk, hogy a gazda számtalan módon adózik. Most ebben a helyzetben, egy Covid után, egy árrobbanás után, egy részben összeomlott gabonapiac után nagyon súlyos és az átállás időszakában nagyon súlyos problémákkal küzdünk, hogy hogyan tudunk megfelelni az uniós előírásoknak. Eközben egy újabb sarcot a gazdák nyakába tenni, az több, mint embertelen. Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnöke kiemelte, hogy a KAP egy olyan közös keretnek tekinthető a közös célok elérésére, amely továbbra is mozgásteret ad a nemzeti érdekek megfogalmazására és érvényre juttatására. Rendkívül fontos, hogy az elkövetkező időszakban minden gazda nagyon pontosan és jól ismerje a lehetőségeit, és ezt jól tudja igazítani majd a saját gazdaságába. Nem véletlen, hogy most ezen a rendezvényen is nagyon-nagyon sok gazdatársunk itt van, eljött, ahogy szokták mondani, hála Istennek, már a csilláron is lógnak az emberek, ezt idézőjelbe természetesen, tehát érdeklődésre tart számon. Hiszen pontosan tudják ők is, hogy egy elhibázott egységes kérelem leadása, vagy egy nem megfelelő pontszámgyűjtés az új KAP reform szerint bizony sok-sok ezer forintba kerülhet, és megbánásokkal jár. És hát senkinek nem jó az, hogyha dolgozik érte, készül rá, akkor elmaradjon a támogatás egy adminisztratív vagy egy rosszul értelmezett hiba miatt. Tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is nagyon fontosnak tartja, hogy az új kapreformmal kapcsolatos tájékoztatásokat szerte az országba megtegye. Igenis azokat az érdeklődő gazdákat tájékoztassa, akik odafigyelnek ilyen értelemben a jövőjükre. Természetesen, ha valaki családi és egyéb oknál fogva nem tud eljönni egy ilyen rendezvényre, hát nem kell neki olyan értelemben szomorkodnia, mert a falugazdász is, és más rendezvényeken is számtalanszor ez még elő fog jönni. Tehát rengeteg ismeretanyag fog rendelkezésére állni a gazdának abba, hogy elmélyülhessen az ismeretanyagba, hogy igenis elemezhesse a saját szempontjából, és ebbe ott van mellette, kézen fogja őt az Agrárgazdasági Kamara és annak tisztségviselői, hiszen ez az egyik legfontosabb dolgunk.
Mindenképpen üdvözlendő, hogy ebben az esztendőben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége, illetve a szaktárca képviselő is megerősítik ezt az együttműködést. Ez mennyire fontos? Az együttműködés a legfontosabb eleme a gazdatársadalomnak. Legalábbis már bizonyos szinteken, ugye a tészek, bészek és hogy nem mondjam, különféle integrációk működésében még vannak hiátuszok, olyan értelemben, hogy mind szélesebb körülnek kellene lenni. A felső szinteken a gazda érdekvédelmi rendszerekbe, elismert termelői szervezetek vonatkozásába nagyon szoros együttműködés van. Nagyon szoros együttműködés van, mert így lehet érvényesíteni mindazokat az elképzeléseket, ami a gazdatársadalomból nap mint nap hozzánk megérkezik, amit a napi munka során tapasztalnak, ami kapcsolatos lehet nyilvánvaló a bürokratikus háló lebontásától kezdve, számtalan életszerűtlen jogszabálynak a kiiktatásáig, és ebbe a kamara élen jár, hiszen az elmúlt években számtalan olyan jogszabályt változtattunk meg, bontottunk le, amelyik nem szolgálta igazából a gazda érdekét, hanem az adminisztrációs terheket, a bürokratikus hálót növelte, és ezt a gazdák nagyon jó szemmel és jó szívvel veszik, nagyon helyesen, hiszen egy gazdának az a dolga, hogy jó értelemben minőségi terméket tegyen a családok asztalára, kerüljenek a boltok polcaira, nem pedig az, hogy minden ügyes, bajos, bürokratikus dolgot neki kelljen sokszor fölöslegesen megoldani, hiszen a termelés így is elég sok időt vesz igénybe számára. Még egy fontos kérdés. Az elmúlt hetekben Nagyport kavart az a rendelet, amely szerint Hódmezővásárhely polgármestere földadót hirdetett, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig egy petíciót indított, és nyilvánvaló, hogy majd a parlament is tárgyalja ezt az ügyet. Ön miként vélekedik erről? Hát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezető tisztségviselőjeként, gazdaként, céget vezető igazgatóként mindenképpen mellette vagyunk. Ez a megoldás, hogy megadóztatjuk a föld tulajdont, azért, mert egy jogszabály úgy fogalmaz, hogy ami közteherrel nincs központilag sújtva, azt valamilyen módon előszedik adó formájába az önkormányzatok. Ebbe a földet belevenni, hát ez nagyfokú felelőtlenség is bizonyos értelemben, de a gazdák megsarcolása. Tehát nem hinném, hogy az állami támogatások, a brüsszeli támogatások is azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy ennek egy részét, vagy nagy részét a föld tulajdonosok helyett az önkormányzatok kapják. Hiszen ezáltal ez mindenképpen át fog gyűrűzni egyrészt a bérleti díjakba, végső soron az árakba. Hát így is az élelmiszerek árak emelkedése az elmúlt évben azért meglehetősen magas volt. Most ezt tovább sújtani egy ilyen rendelkezéssel, ahol ma már hallom, hogy aranykoronánként van község, ahol 1000 forintot akarnak elkérni, és ezt ha megnézzük, egy 20 aranykoronás volna is 20 ezer forint, hát ez nagyon sok. Ez nagyon sok, és ez kiáramlana a magyar agráriumból. Én nem hiszem, hogy a költségvetés és a költségvetési pénzeknek az agráriumba való betétele azt kell, hogy szolgáljon, hogy ez a másik oldalon pedig kiáramoljon onnan. És ne azt a célt szolgálja, hogy a hazai önellátást, a hazai integritást tudjuk megőrizni az élelmiszergazdaságunk és az agráriumunk vonatkozásába, és nyomon követhető egészséges élelmiszert tenni szüleink, családjaink, gyermekeink asztalára. A vendéglátó Varga Imre István, a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke is kiemelten fajsúlyos kérdésként várja a következő időszakot. A 2023 és 2027 közötti közös agrárpolitika
meghatározó forrás biztosít az agráriumnak a következő években. A mai napon arról fogunk információt nyújtani a gazdálkodóknak, hogy hogyan, milyen feltételekkel tudják leghatékonyabban lehívni a következő év forrásait. A közös agrárpolitikáról előzetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei is egyeztettek az együttműködő szervezetekkel, érdekvédelmi szervezeteknek a kéréseinek megfelelően, így egy olyan stratégiát sikerült kialakítani, ami a szektor igényeit is figyelembe veszi. A kormány rendkívül fontos lépést tett azzal, hogy az uniótól érkező támogatás mellé kiegészíti ezt, és ráadásul olyan magas összegben, ami példátlan. Ez azt is jelenti, hogy ennek a felhasználása rendkívül fontos. Megvannak erre a tervek mindenkinél? A magyar kormány korábban soha nem látott mértékű 80%-os hazai társfinanszírozással egészíti ki az uniós forrásokat, ami újabb lendületet ad a magyar agrárium fejlesztéseinek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai fogják segíteni a gazdálkodókat, és megadják azt a szakmai hátteret, hogy minél hatékonyabban felhasználják ezeket a forrásokat. Ez rendkívül fontos, ugyanakkor a petíciót is, amelyről már beszéltünk, úgy tűnik, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívása nyitott fülekre talált. Igen, jelenleg is zajlik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a MAGOSZ-nak a közös petíciója, amit a földadó ellen indítottunk, hiszen ez egy olyan elfogadhatatlan teher, ami a gazdálkodókra nehezedik, ami nem csak a gazdálkodók tevékenységét nehezíti meg, hanem később a fogyasztókra és az élelmiszer árakra is negatív hatást fog gyakorolni. Úgy gondolom, hogy ennek a tehernek a megszüntetése meghatározó kérdés, ezért fontos, hogy minél többen támogassuk ezt a kezdeményezést. Kis Norbert Ivo, a Gazdakörök Fejér megyei vezetője is fontos kiindulási alapnak tekinti a KAP program kihívásait. A kormány az hozzáteszi a maga részét, de ezt árnyaltabban és hosszabban kifejtve az agrárpolitikának annak fontos jelentősége lesz, abból a szempontból, hogy egy környezettudatosabb, természetközelibb technológiákat próbál bevezetni a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben. Ezáltal nem csak a mezőgazdaságnak, hanem a lakosságnak és a környező embereknek is jobb hatással lesz ez a fajta most bevezetett. De a gazdákra nézve viszont komoly kihívásokat fog jelenteni az új feltételeknek a teljesítése. Mezőföld szívében élünk, nyilván Sárbogárd környékén, és nagyon fontos az agrárpolitika következő lépcsői. Miként érinti ez az ottani gazdákat, miként látod? Az ottani gazdákat is ugyanúgy, mint máshol érinteni fogja. Én nagyon bízom benne, hogy most egy kicsit másképpen, tehát a vadásztársaságok tagjai is nagyban a gazdálkodók közül tevődnek ki, és együtt fog tudni a gazdatársadalom működni a vadásztársadalommal, abból a szempontból, hogy élőhelyek, vadmegtartás, mert most már olyan a közös agrárpolitikában olyan feltételek írnak elő, hogy ebben az irányba is elmozdul egy kicsit a szegmense az agráriumnak. Ezen a találkozón aláírásra kerül az a petíció is, amit a földadó ellen, földadó megszüntetése ellen gyűjt a MAGOSZ, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A te véleményed mi erről? Szerintem ez nagyon jó dolog, hogy elfogadják. Azért kell igazából a petíciót aláírni, mert a tavaszi ülésszakban a parlament elé próbálják terjeszteni azt, hogy teljesen töröljék el, tehát hogy egy településen se lehessen elfogadni, és ezzel nem tovább sújtani a gazdálkodóknak a helyzetét, mivel azt azért figyelembe kell venni, hogy a földadót a tulajdonosokra szokták kivetni, de az áthárításra fog kerülni a gazdálkodók személyére. A gazdák minden esetre bizakodóak, hiszen a következő 5 esztendőben ismét bizonyíthatják a magyar agrárium versenyképességét. Folytatódott a Dalmárium Esték sorozata, Kossuth utcában Radics Éva és Csóka Péter volt Nagy Kalmár Szilvia, meseterapeuta vendége. Rendhagyó kulturális estnek lehettek tanúi, akik ellátogattak a Dalmárium Estre a Kossuth utcába, a zenébe szőtt mesék és a mesébe szőtt zenék birodalmába. Az üzlet ugyanis nem csak glutén és laktózmentes élelmiszereket, illetve vegán ételeket kínál, de kulturális programokkal is megszólítja vendégeit.
már a belvárosban egy bioboltunk, a Tavaszpont bio- és ökoszaküzlet, és nagyon sok olyan vásárló keresett meg, akik ilyen-olyan ételallergiával vagy intoleranciával rendelkeznek. És mivel sokan megkerestek, már így elindult bennünk a gondolat a férjemmel együtt, hogy mi lenne, hogyha városban lenne egy olyan étterem, kávézó, street food, pékség, ahol mindazok megtalálnák azt, akik akár érintettek ebben a témában, vagy csak egészen egészségtudatos táplálkozásban gondolkodnak. És aztán ezek a gondolatok így megszülettek, először nyilván volt erről egy álmodozás, és aztán elindult a realitás felé, és akkor ebbe a Safi Franchise cégbe beléptünk, mint franchise partner, és akkor megtaláltuk egy év után ezt a helyet, ami minden kritériumnak megfelelt, és akkor onnantól kezdve, ez most tavaly júliusban indult el ez a Safi a belvárosban, a Kossuth Lajos utca 5 szám alatt, és hát azóta így várjuk a vendégeket, és igyekszünk a lehető legjobb minőségű és legfinomabb ételeket elkészíteni. Tévhit azzal kapcsolatban, hogy sokszor halljuk, hogy a minden mentes az nem túl finom. A Safi ebben nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy az, ami itt elkészül ételek, akár meleg ételek, akár szendvicsek vagy pékáru tekintetében, az ízletes is legyen. Egy gluténmentes, laktózmentes világban nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő minőség legyen, tehát ezt megerősíti, hogy mindig erre törekszenek. Ugyanakkor fontos, hogy kik azok, akik erre már rájöttek és látogatják önöket. Hát elsősorban azt gondolom, hogy azok, akik érintettek, ahogy ezt már mondtam, tehát az ételallergiával vagy intoleranciával rendelkezők, de egyre többen vannak olyan is, egészségtudatos táplálkozók, akik odafigyelnek arra, hogy milyen összetételű ételeket, milyen minőségben vásárolnak vagy készítenek belőle, mert itt alapanyagok is megtalálhatók, és az egész, az összetételei ezeknek, akár a lisztkeverékeknek olyan, ami a lehető legegészségesebb, tehát lassú felszívódású szénhidrátokról van szó. És nem mellesleg finomak is. Ez egy rendhagyó est mindenképpen, hiszen Radics Éváék a zenét is fogunk hallgatni. Miért is? Hát azért is, mert hogy arról azon túl, hogy mi megálmodtuk ezt a helyet itt a belvárosba, az is már régi vágyam, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak az egészséges táplálékokat lehet magunkhoz venni, hanem olyan tér, közösségi térhely, ahol olyan kulturális programok, akár felolvasó estek is megrendezésre kerülnek, ahol találkozunk jó hangulatban, és mégis valami, és így jött a mese a képbe, mert meseterapeutaként dolgozom most már több mint 9 éve, mesékkel dolgozom, meséket mondok. Barátom Radics Ivi pedig énekesnő, énektanárnő, hogy hogyan lehetne a mesét és a zenét szépen összeszőni egy est folyamán. Így született a Dalmárium, ami nem más, mint mesébe szőtt zenék, zenébe szőtt mesék, és mindig 3 történet, 3 mese hangzik el, és a 3 mese közé az évi, akár az adott témához kapcsolódóan, mondjuk novemberben például a keleti mesék voltak, tehát buddhista történeteket meséltem, indiai történeteket, évi pedig a hozzá kapcsolódó keleti zenét, keleti hangszereket szólaltatta meg. Aztán jött az adventi alkalom, nyilván hozta magával maga az ünnepkör, hogy adventi történetek és a hozzá kapcsolódó adventi dalok és hangszerek, ölhárfa, tehát különleges hangszerek szólalnak itt meg. Mai alkalommal meg valójában itt a farsangi szezon Boldogasszony havában, a farsangi mulatságok közepette. Egy kicsit azt kell mondjam, hogy ez a szövet, amit eddig ilyen nagyon finoman szőttünk, ez egy jóval lazább szövésű dolog lesz, mert ebben sok minden belefér, úgyhogy zenében is, mesében is utazunk, különböző zenei stílusok, mesetípusok között utazgatunk, és ebben lehetnek részesei, akik most ide eljöttek hozzánk. Ezen az estén a tulajdonos Nagy Kalmár Szilvia, pszichológus, meseterapeuta mélyreható gondolatai mellett Radics Éva városunk énekművésze és Csóka Péter a kiváló gitáros előadását is meghallgathatták. A dal hozzám kapcsolódik, én Szilvihez kapcsolódom, mert nagyon régóta barátok vagyunk, és a Szilvi, mint tulajdonos, ugye ezt a helyet szerette volna művészettel is megtölteni, nem csak
egészséges ételek alapanyagaival, úgyhogy nagyon régóta dédelgetett álmunk az, hogy közösen zenéljünk és estet hozzunk létre, úgyhogy a helyszín adott volt, az ötlet pedig hol tőle, hol tőlem indul, és mindig valami szép estévé kerekedik. Milyen dalba szőtt meséket hallunk ma, hogy készültetek erre? Ma Csóka Peti a jazzgitáros kíséret a zenékhez, úgyhogy ez meghatározta azt, hogy popszámokat és jazz számokat fogunk énekelni. Cserháti két dala fog megszólalni, és a Get Lucky, a Daft Punk szám, ami mostanában nagyon népszerű a fiatalok körében is, úgyhogy ilyen izgalmas zenék lesznek ma. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint hogy az egészséges életmód és a táplálkozás mellette elkötelezettek egy újabb megerősítést nyerhettek azzal, hogy ötvözzék a gasztroélményeket a kultúrával. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Agrárinfóval találkozunk a jövő héten, pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.